Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, Eszek Vámai Déri, vagyis legyél is valaki, ne csak látszannak. Vendégem Kozári Ferenc, akinek ez a jelmondata, szervusz. Szervusz. Emellett pedig mielőtt beszélgetnénk, szeretettel gratulálok a születésnapodhoz, ami holnap van. Holnap, igen. Köszönöm szépen. Egy kerek dátum, azt nem mondjuk meg, hogy hanyadik, de az a fontos, hogy mosolygósan és jó egészségben köszönhetünk téged. Annál is inkább, mert hogy arról kell, hogy beszéljünk, mert erről még nagyon kevés szó esett, hogy a budapesti srác hogy jutott el addig, hogy végül is sok-sok más mellett Székesfehérvár egyik közönségkedvenc színésze legyen. Ugye a Kilián György gimnáziumba jártál, milyen tanulópénz volt akkor abban az időben? Én magamról is tudom, hogy a szocializmus kellős közepén jártunk mi középiskolába. A középiskola az nagyon nehéz volt. Én biológia, latin tagozatra jártam, és egy nagyszerű osztály, múlt héten is összefutottunk, talán 20-an, nagyon szigorú osztályfőnök, és azt kell mondjam, hogy szinte rossz bizonyítványom volt végig. Tehát a 4 egészet alulról súroltam 4 éven keresztül. Szóval az érettségire benőtt a fejem, de nagyon szenvedtem a tanulással, és ez egy nagy visszaesés volt az általános iskola után, ahol viszont nagyszerű tanuló voltam, és ott úgy látszik, ott kényeztettek minket, mint rádiógyerekkórusos, ez a rádió iskolája volt. Ez elvárás volt otthon egyébként, hiszen édesanyád angoltanár, édesapád rajztanár, műszaki, tehát pedagógus családba születtél bele, ahol azért bizonyos értelemben elvárás, hogy odafigyeljen az iskolában a gyerkőc. Igen, nagyon szigorúak voltak, tehát meghajtottak rendesen, de nagyon jól csinálták, és következetesek voltak, és hitelesek, mert ők is rengeteg energiát adtak le az életük során. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy a középiskolán maradjunk, az a 4 év, ez nagyszerű volt. Utána aztán a főiskolák, azt már kiráztam. Foglalkoztál egyébként középiskolában irodalommal, versmondással? Sőt, 3-asra érettségiztem irodalomból, teljesen ki volt anyuka borulva. De volt indítatás benned? Semmi. Semmi? Semmi. Tehát én fúrtam, én annyira viszonyogtam az irodalomtól, hogy jaj, a művészek azok ilyen deviánsok, meg nem normális emberek, hanem úgy megjátszák az eszüket, és ez... Tehát egy vagány srácnak, aki azért kellő intelligenciával rendelkezett, akkor egyenes út testnevelő tanár leszek? Igen, ez aztán a gimnázium végén lett egyértelmű, amikor is elkezdtem tollaslabdázni, és ez elég jó színvonalon ment, és hát aztán, hogy legyek tesi tanár, ez egyszerű adódott, hogy az ember éveken keresztül rá teszi a hangsúlyt, és heti 4 nap edz, akkor miért ne csinálja ezt úgymond majdan főállásban is. És szerettél volna testnevelő tanár lenni? Az lettél, az nyilvánvaló. Igen, igen, szerettem is, hisz egy évet tanítottam is a Krisztina téren. Hogy így mondjam, jól is állt, és a tanítása szerintem most is elég jól áll, de az, hogy színházba jöjjön, az ott nem fordult meg a fejembe. És akkor hogy jött egyszer csak a 25. színház, aztán meg a Józsefvárosi, ahol azért majdnem egy évtizedet eltöltöttél? Igen. Hát a 25. az úgy jött, hogy megnéztem ott egy előadást, egy Don Quixote-t, amit a Jordán Tamás játszott az Alamárkkal, és az egy felkavaró élmény volt. Szóval az addigi ilyen kötelező színházi látogatások, mert hát tényleg járni kell a színházba, azok átfordultak azon az este tulajdonképpen azzá, hogy a barátommal lefele jövet, ugye ott fönn volt a tetőtérbe, itt most jöttem el előtte a Bajza utcába, Bajza Andrási sarkán. Ahogy lefelé jöttem a lépcsőn, akkor éreztem meg azt az érzést, hogy mit érezhettek a Tamásék a tapsrend alatt és az előadás alatt. Az a felszabadult játék, az annyira magával ragadó volt, annyira irigylésre méltó volt az a lelki állapota, hogy ez egy munka is, és mégis végig játsz az ember, és minél jobban játszol, annál jobban vagy a munkádban. Miért döntöttél úgy, hogy mégis felvételizel a színművészetére? Mert... És ráadásul ugye prózai tagozatra majd tovább megyünk, hogy ebből igen. Aztán hogy lett és... Azért, mert amúgy meg becsvágyam van, és ezt látom, ez is családi vonás, látom a gyerekeimbe is. Becsvágyam, ami tetszik, azok egy kör tetszik, egy
egy elfoglaltság tetszik, abban szeretnék jobb lenni. Jobb, mint a többi. Nem csak úgy átlagos, hanem... És akkor ez a stúdióba is, hát borzasztó hátul kezdtem, ki akartak rúgni, sőt, ki is rúgdostak, aztán visszavettek, mert hogy hát mégiscsak elég jól táncolsz. És mindig a jobbak közé szeretek tartozni. És valahogy úgy ráéreztem, hogy mi az, ami az embert jobbá tesz. Ugye 10 esztendőt töltöttél a Józsefvárosi Színházban. Azért az egy nagyon komoly tanulópénz. Ott minden, nem csak az alapokat, hanem sokkal, de sokkal többet lehet megtanulni. Hogyne. És hát azt nézem, hogy ugye a Józsefváros az a Várszínházzal együtt volt először, és Dajka Margittal, vagy Gábor Miklóssal, vagy Törőcsik Marival játszani, vagy Velence István a Pécsi Ildivel, nagyszerű neveket tudnék sorolni, nem folytatom szerencsével. Ez mély víz. És így, hogy ez ilyen 25, 28, 31 néhány éves korom míg olyan figura is voltam, akik olyan főszerepeket kapnak, vagy hogy mondjam, ez a kör, ez a Liliomfi, Kakuk Marci, ez egy ilyen szőke kékszemű gyerekre, aki amúgy alkalmas, és Petrik József volt az igazgató, aki amúgy is olyasmi figura volt, mint én, olyan karakter. És ő szeretett, ez egy szerencsém volt, és adta a szerepeket, és így aztán ott maradtam. Idestova, ugye 30 esztendős lettél majdnem csak, amikor pedig jött az Operett musical szakad. Igen, mert a próza... Ez egy nagyon komoly döntés. Nem is tudom, hogy elmondtam, de a következő volt. Én ugye a Rátóti Eszenyi osztályban jártam nappal. Kasszás Attila, Eszenyi Enikő, tehát egy legendás osztály. Nagyszerű osztály, Méhes Laci. És az első év után ugye voltam 26 éves, és apám mondta, hogy édesfiam, és akkor mi már egyszer egy főiskolát neked már összehoztunk, mi eltartottunk, most ez hogy lesz? Hát negyed évben tudnék csak dolgozni, nem engedett ki a Horvai hamarabb. Mások már kimehetnek akár másod évben, és Horvai mondta, hogy csak negyed évben. Hát akkor mi legyen? Akkor az évvégi vizsgára jött a Petrik Jóska, és mondta, hogy figyelj, akkor gyere el a főiskoláról, leszerződtetlek a Józsefvárosban, akkor jöttek az évek, és közben pedig a Macskák bemutatója napján egyszer mentem haza, még akkor lejártam edzésre is, és a Vámos László a tanár úr a járdán, ott a Madács előtt szintén ott kint cigisztek, beszélgettek, és egy ember megkérdezi, hogy nem kell valakinek egy jegy? Mondom, de mi megy ma? Tehát a Macskák premierje. És ott a Vámos, jó napot tanár úr, hogy van? A főrik, hogy nem akar visszajönni a főiskolára. Hát mi, hogy? Hát, hogy a Kazán tanár úrnak kicsikét kezd idős lenni, és hát magának ez az Operett musical, ez menne. Most megint felvételizek, nem kell felvételizni. És most elárultam, hogy nem. És tehát, így lett kerek a történet. Így lett kerek, hogy visszavettek. De a műfaj, mint maga, tehát operett és musical, az mennyire volt számodra otthonos? Abszolút otthon volt. Nagyon. Hát tehát, így, hogy én rádiógyerekkórusos voltam, hát a zene nekem az... A mozgáskészséget pedig adott. Az meg a Tessiből jött, úgyhogy ez a kettő összejött, igen. No. És akkor jött a következő időszak. Tehát az azért megint csak veretes időszak, hiszen egyik pillanatról a másikra ugye népszínházas lettél közben. Igen. Az megint egy olyan, én azt gondolom, ami nagyon sokat ad. Viszont kér is, nem kér, követel. Már mire gondolsz? A műfajokra? Vagy? A személyiségtől, a színművésztől, az embertől egyaránt. A népszínház, az nevében volt népszínház, ugye, mert a 25-et keverték össze a Dériné színháza. Mind a kettő megszűnt, lett belőle a népszínház, hogy ide is, meg oda is hajlik, tehát egy minőséget próbáltak a mennyiséggel, ugye a Dérinének 11 társulata volt. És hát szórakoztató jellegű színház kellett, hogy legyünk, mert a Józsefvárosban volt a fő bázisunk. Egy év után lekerültünk a Várszínházból, és megkaptuk a Józsefvárost. Tehát én hiába maradtam ugyanott, a helyszínek azok mindig változtak, meg a nevek, elnevezések. A társulat az mindig ugyanaz a mag volt. És hát rengetegen dolgoztunk ott, nem tudom, volt legalább 80 színész. És 4-5 rendező, de Szent Johannától az Aki mer, az nyerig mindenféle műfajt csináltunk. És utána volt a Szekszárd. És utána jött, igen, a német színpad. Ugye a sajtótájékoztatón, ugye nem árulok el titkot, a Fekete egy szárazéti közösségi házban a rendezésedben egy remek német darab, egy fantasztikus komédia, krimi komédia kerül színre. Igen.
És ott arról beszéltél, hogy többek között a német szerző német darabját is ott találkoztál vele először. Igen. Tehát ilyen értelemben rögzült benned. Tehát nyilvánvaló, hogy az sokat jelentett az az időszak ezek szerint. Az nagyon-nagyon nagy és szép időszak volt. Ugye 1990-ben alakult meg egy állandó német társulat. Lent Szekszárdon voltak annak ott csirái, egy okos ember találta ki az egészet, hogy lévén, hogy a Tolna megyében sok a nemzetiségi, hogy ők is kapjanak anyanyelven színházat. És 91-ben megkaptunk egy gyönyörű épületet a Garai téren, és akkor Mécs Karcsi, Schubert Éva, Ábrahám Edit, Malcsiner Péter, egy bolgár osztálytársam, Hadzsi Kosztova Gabi és én egy ilyen maggal elindult a német színház. Ez egyfajta misszió. Igen, igen, igen. Nagyrészt ott játszottunk, de vittünk ki mindenféle, tehát mit tudom, Koldus operát, kabarét, Bölcs Nátánt vittünk ki Németországba is, Ausztriába is. No, ha csak kivonatosan is, ez volt az ezred év előtt. Igen. És az ezred év kis híján, hát ugye 98-ban megérkeztél a Vörösmarty Színházban. Igen. Ez azért áttörés, hiszen azóta is itt vagy velünk jóban, rosszban, inkább jóban mondom én. Igen, csak hála jóban. Istennek. Mi fogadott itt Fehérváron? Hiszen ugye még nem volt önálló társulat, egy teljesen más szinten volt, ha úgy tetszik, a Vörösmarty Színház. Befogadó színház voltunk, de már voltak próbálkozások az önállóságra, igen, voltak saját produkciók is bőszerivel, és ráadásul veretes nevek jöttek ide rendezni. Igen. Hogy mi fogadott? Először is én már itt játszottam, amikor befogadó színház volt, én itt Kakukk Marcit nyomtam egy párszor, és jó emlékeim voltak Fehérvárról, hiszen Balatonra jártunk le nyaralni, és mi állandóan átmentünk, akkor még nem volt stráda. Fehérváron itt sokszor megálltunk ebédelni, útközben pihenni, hogy ez kis trabant nem tud hirtelen lerohanni. Szóval a város kellemes volt, úgy, amikor hallottam, hogy állandó társulatot szerveznek, és már a német színházban már egy kicsit megavasodott, a nagy nevek elmentek, nem éreztem annyira jól magam, és hiányzott a magyar beszéd és a magyar nyelven való játék. De gondoltam, hogy ez egy ilyen hősi, miért ne kezdjem itt, hogyha itt megalakul egy állandó. És az első előadás, ugye a Garas Dezső rendezte a Makrancos Hölgyet, hát az nagyszerű volt, az felkavaróan jó élmény volt. Tehát örökre, állandóra gondoltál? Igen, igen. Igen, így darabszerződés nem ismerült fel, lejöttem ide, tartottak egy castingot, amin azt hiszem egyedül voltam, mert már előre kinézték azokat a színészeket, mint egy saktáblán a Bástya, Matus Gyuri, Akuna, Zakariás Éva, tehát volt már egy nagy Kolti Helga, akikről már lehet építeni egy színházat, tehát a csontváz megvolt, de tartottak egy castingot is, mert hát illik is, meg lehet még az is lehet, hogy törvény is előír, nem tudom. Én mindenesetre megpróbálkoztam, és a Horváth Péter, az akkori művészeti vezető apja rendezte nekem a Lilionfit, és a Péter ezt látta, és mondta, hogy nem kell itt énekeljek, vagy verset mondjak, föl vagyok véve, még nem tudja még, hogy honnan szerez státuszt, de ha már ide lejöttem, akkor jó lenne, hogyha itt maradnék. Egy köznapi ember számára, aki kicsit beleásott abba, hogy mi minden történt veled, azt mondta, hogy valaki akkor lesz igazán fehérvári, ha épít valamit. Igen. Te igen. Megépítetted lelked jobbik felének a babaúszodát. Igen, igen. Azkor már az bizonyos volt, hogy innét nem lehet téged kirobbantani, igen, és nem is akartad. Igen, igen. Mindig ilyen hosszú távon gondolkodtál? Tudatosan? Hát az a helyzet, hogy az embernek 40 éves kora körül egyszer gyereke lesz, és az egyidős egy ekkora váltással, hogy Fehérvárra castingol, akkor az, és azzal a gyerekkel úszni jár Budapesten, és az látom, hogy ez az úszás az jó dolog. És hát egyszerűen ezek a vektorok így összeadódtak. Másrészt én nagyon szerettem építkezni, tehát két előző pesti kis lakásomat is magam építettem, erre büszke vagyok, 3 év alatt tulajdonképpen az Ajzatbetontól a Cseresznye bútorig, és ezt rettenetesen szerettem, ezt a korszakot. Elkészült a lakás, megszületett a gyerek, most mit csinálják, utazzak másfél órát Angyalföldről Fehérvárra, és akkor beugrott ez, hogy mivel az Almási téri úszoda az nem olyan jó paraméterű, hanem én tudok egy olyat, ami tuti. Ami nem csak ugye az uszodákban egy mellékes medence a kicsi gyerekeknek, hanem jó mélyvízű, jó meleg, kényelmesen lehet öltöztetni. Így is történt. És így is tehát történt. Tehát a műszaki érzéked édesapától az megmaradt, és elkísér máig. Igen, így van, így van. Viszont honnét jött az a gondolat, hiszen azt azóta is csinálod, például ugye a Patália az 2004-ben indult. Igen.
Ez egy példaértékű kezdeményezés, és ráadásul ugye van a Tótágas volt neked, az Ágota Színtársulat, a Kossuth Iskola, nem sorolom fel. Igen. Tehát az a mentor szemlélet, az a mélységesen emberi gondolatsor, ami elvisz egy színművészt, akinek azért van családja és sok-sok más dolga is, addig, hogy folyamatosan ott van a fiatalokkal és segít őket, az honnét jött? Hát azt hiszem ez is a családból, szóval... A szüleim azok nagyszerű tanárok voltak, nagyszerű, tehát anyuka magyar-angol történelem plusz ilyen szabad egyetemen tanította az angolt, apuka is mindenféle szakkörök, tehát amikor amúgy végeztek, ők érezték, hogy bennük van egy ilyen küldetés, hogy nekik még tanítani kell, ők ezt is szeretik. És emlékszem, hogy így pedagógus nap táján a kádban álltak a virágok, tehát nem a mosdóba, vagy a vázágba, vagy a lavorba, hanem a fürdőkádban álltak. Annyira jöttek, annyira szerették a szüleimet. És valószínű, hogy egy gyerek megirigyli, vagy észreveszi, hogy mi az a szituáció, amiben boldogok a szüleik. Ez nyilván negatív oldalon is így van, mert valakinek állandóan berúg az apja, és amúgy ő akkor boldog, akkor lehetséges, hogy ő is az italba menekül. Mert azt a példát látja. Én azt a példát láttam, hogy a szüleim nagyon határozott jó tanárok, amikor anyuka egy évet tanított, és azt mondta, hogy hát gyerekek, nagyon sajnálom, hogy ide jár a Kozári, nem tudunk mit csinálni, annyit tudok mondani, hogy ő sose lesz ötös, viszont a Kozári fogja legjobban tudni a történelmet. Virágos. És ráadásul, tehát kézről kézre adtak. Mármint az iskolák, mert, ja. És a saját indítatásod. És én nem fogom elfelejteni, és csak azért mondom ki például a Börcsök Olivér nevét, mert őt talán a nézők is ismerik, hiszen igen, egy versünnep győztes, egy nagyszerű ember és egy rendkívül tehetséges fiatalról van szó, aki istenként tisztelt téged, egyik oldalon nagyon sok mindent tanult tőled. Ő azt mondta, hogy nélküled nem jutott volna el sem eddig, mert a tehetsége az megvan, az egyértelmű, de a kitartása és az a fajta gondolkodásmód, amit te képviseltél, az sokat segített neki abban, hogy ott van, ahol most. De hogyan lehet ezt napról napra végigvinni? Ez nem olyan hiszen nehéz. Ez rendkívüli felelősség, azért abban egyezünk. Én akkor nem mérlegelek. Én azt tudom, hogy szívesen adok le energiát. Igazából azt hiszem, tehát, hogy nem lankadok. Még jobban megpróbálom megcsinálni azt a, még többet ejtem ki azt a verset, hogy a számban még jobban beljebb menjen, még több gondolatot próbálok lehámozni róla, vagy lefejteni. Derűvel és sok energiával és pozitív életszemlélettel, hogy mondjam, udvariasnak lenni, kedvesnek, szeretetteljesnek lenni, ezt szívesen sugározza az, aki amúgy ezzel egyetért. Beszéljünk a színházról. Nagyon sokat változott az elmúlt időszakban. A repertoár is, azt gondolom a társulat is esztendőről esztendőre változik. Ti maradtatok. 4-5 nevet tudnék felsorolni, igen, a mag. Mindenkor. Jól van ez így? Te hogy érzed magad? Hát az a helyzet, hogy ilyen szempontból az egész világ, hogy így mondjam, romlik. Tehát egyre, azt szokták mondani, hogy rohanó világ, én még amikor ezt valaki mondja, akkor azt mondom, hogy te miért rohansz? Hát te rohantatod. Én itthon vagyok, én nem rohannék. Én el szoktam menni a többieknek is a bemutatóira. Nem mindenki tud ilyen egyszerűen kimozdulni és közösségi lenni, mint én. Mennyit kell változni egy színháznak, ha már itt vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy változnak tempora mutantur, ugyebár? Mennyit kell változni? Igen, egy vidéki színháznak, hiszen ne hasonlítsuk össze a pesti színházakat. Én azért mondom ezt, mert egy óriási felelősségetek, hiszen ti székesfehérváriak vagytok. Ha úgy tetszik, a kultúra krémje. Vagy bármilyen jelzőszerkezetet hozzá lehet hát csapni mindenkivel. Ez egy magas kultúra. És azért ti vagytok a magja a történetnek. Tehát példaképek vagytok egyik oldalról, a másik oldalról figyelnek rátok, kifelé is. Óhatatlanul is ez több, mint egy színházi ember, mint egy színész a ti szerepetek a hétköznapi életben. Hát, hogy példaképek vagyunk-e, ezt nem tudom. Hát ugye én kívülről nem látom magam, hogy mennyit vagyok az biztos, hogy amikor így dolgozom iskolákban, akkor azt érzem, hogy egy kicsit olyan ott van az az áhítat, vagy az a csodálat, hogy úristen, ez az ember amúgy a színpadon 80 centi magasan van, és távol tőlem. De én ezeket rombolom. Én nem akarom, ha valaki úgy rám köszön, vagy valami, akkor én zavarba jövök. Én egyáltalán nem határolódom így el, vagy nem érzem magam egyáltalán egy centivel sem magasabban, mint bárki. És a színpadon?
színpadon sem. Tehát így, hogy én ennyire későn jöttem rá, hogy színész szeretnék lenni, így nekem jóval kevésbé misztikus, mint akárki már, mint aki a nézőtéren ül. Azért van ennyi tanítványom a színen, ugye most is végzett a Fáncsi Korivér, tehát nem tudom, hogy 30-40-ek, a Jan Zakata volt az első ilyen tanítványom. Legalább 30-40 olyan színész van, akit fiatal korában én tanítottam. Mert nem olyan misztikus ez az egész. Belőled is színész tudni. Ennek ellenére megbecsülöd a színpadot, a szerepeidet? Hogyne. Erről beszéljünk, mert én nagyon is jól tudom, de ez kifelé nem látszik. Kifelé mi annyit látunk, hogy valaki fönt van a színpadon, és eljátsza a szerepét. Ez általában így van. Igen. De nem. Te azt szerint élsz? Hogy azt szerint? Nem. Én úgy élek, mint egy átlagember. Abszolút úgy akarok élni, mint egy átlagember. Ott fönt a játékban, de az átlagember intelligens. Az átlagember tud bohóckodni. Nem olyan nagy kunszt maga. Tehát 99%-a tanulható ennek a szakmának. Kell hozzá egy egészséges, normális személyiség, és azok a fizikai adottságok, hogy beszélsz, vagy hogy mozdulsz meg, vagy tiszta a hangod. Nem a nagy kunszt színésznek lenni. Nem tartom olyan nagy dolognak. Milyenek a hétköznapjaid? Jók. Van egy kis kertem, nagyon szeretem, japán kert, és talán egy 60 négyzetméter az egész, de a japán kertnek a lényege, hogy rengeteg munkát igényel, minden alakítva van, minden tudatos, és minden tiszta, és a fűszálakat egyenként ki kell szedegetni. Azzal el vagyok nagyon. Szeretem. Tehát szeretek lejárni Balatonon, szép akkor van a nyaraló, ott ugyanezt csinálom, csak ott nem japán kert van, hogy nyírom a füvet géppel, meg úszom. Hát sporton is sportolok, persze. És a próbák? Mennyire van hatással egy színművész kedélyére az, hogy nem a próbákra gondolok, hanem hogy milyenek a darabok általában a saját színházában? Általában? Vagy általában kérdezem. Konkrétan nem kérdezhetem, mert hogy nyilvánvaló ez nem a színész dolga elsősorban. Azért, hogy mondjam, az ember hangulatát meghatározza, hogy milyen darabokat játszana. Az átlag hangulatát meghatározza, hogy most olyan darabokat csinálna-e, mint amit kötelezőnek kell játszon. Van, amikor ezek passzolnak, van, amikor ütik egymást. De én, mivel tesis vagyok, és rendszerető, ezért én a kicsi szerepet is ugyanolyan lelkesen és ugyanolyan szívesen csinálom. Ha háttal kell némán állni, én akkor háttal némán állok, és belül boldog vagyok. Örülök neki, hogy ezt mosolygos szemmel mondtad. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem pedig Kozári Ferenc, a Vörösmarty Színház színművésze volt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!